A zöldek meggyőződése, hogy minden szabadkereskedelmi egyezmény, de különösen azt, amelyik ilyen mértékben lesz befolyással a világkereskedelemre, a lehető legnagyobb átláthatóság mellett kell tárgyalni. Ennek éppen az ellenkezője igaz, az európai-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás pillanatnyilag a legtitkosabban tárgyalt kereskedelmi egyezmények egyike, még a hozzám hasonló európai parlamenti képviselők is csak egy töredékéhez férhetnek hozzá a dokumentumoknak. Amennyiben ezt nem sikerül kiszélesíteni, ez az önmagában is az egyezmény ellen szól. Az egyezmény támogatói azzal szoktak érvelni, hogy mind a két fél számára kedvező lehetőségeket rejteget a szabadkereskedelmi egyezmény, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Egészen biztosan tudjuk, hogy ez legalábbis az európai oldalon nem lesz igaz. A kis- és középvállalkozások egyrészt nehezebben tudnak kijutni az amerikai piacra, ez nem fog sokat könnyíteni az új szabályozás, ezen túlmenően pedig kiszorultak a saját piacokról is a megnövekvő konkurencia miatt. Az európai-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény beláthatatlan következményekkel jár a közszolgáltatásokra. Amennyiben az egyezményt elfogadják abban a formájában, amit most ismerünk, további közszolgáltatások kerülnek privatizálásra, ez nem csak a tagállamoknak, de egyetlen európai állampolgárnak sem érdekel. A szabadkereskedelmi egyezmény, amit szabályozási együttműködésként apostrofál, az valójában a szabályozás kivonása mind a tagállamok, mind az Európai Unió demokratikus intézményeinek hatásköre alól. Ha ez az intézmény létrejön, akkor senki által meg nem választott szakértők fogják eldönteni, hogy milyenek lesznek az élelmiszerbiztonság, vagy akár a közlekedésbiztonsági szabályok Európában, anélkül, hogy erre bárkinek bármiféle befolyása lehetne. Ez nem egy fenntartható álláspont. A befektetők és tagállamok közötti vitarendezési eljárás jelenlegi formája, amit a javaslat tartalmaz, valójában egy teljesen átláthatatlan, a kereskedelmi jogból átemelt és mindenki számára szintén káros intézményt építene be ebbe az egyezménybe, beláthatatlan következményekkel. Ezek a beláthatatlan következmények ugyanúgy fogják érinteni mind a tagállamokat, mind minden egyes állampolgárát. Ezek az eljárások nem valók másra, mint arra, hogy nagy multinacionális cégek minél könnyebben tudják érvényesíteni az érdekeiket.